Tamás, először is az lenne a kérdésem, hogy mit csinálsz itt, melyik standnál voltál, és mit, hol játszottál, melyik cégnél? A Sikember Trades Kft-nél vagyok, igaziból egy nagyon jó barátom csinálja ezt az egészet, sőt, annak is segítenek kicsit bemutatózni, effekteket bemutatni. Jönnek majd kicsit nagyobb nevek is segítkezni, ott is fogok náluk kicsit kísérgetni őket. Igaziból így röviden tömören ennyi, nagyon jó barát és szívességként. És örülök, hogy segíthetek. És egy gitár bemutatód volt, mit mutattál be? Hát lényegében igen, egy blues-t, meg hát egy ilyen kicsit ilyen rockosabb dolgot mutogattam. Lényegében egy nagyon jó analóg delay pedálról szólt inkább a dolog, ami tényleg egy kiváló minőségű, kétféle torzító volt benne, egy igazi blues torzító, illetve egy rockosabb, egy nagyon jó wah pedál, nagyon-nagyon széles skálán, és jó dögös, lényegében ezeket mutattuk most be, természetesen a kiállítás többi napjain is előfordulnak majd a többi pedálok is, akusztikus bemutató is lesz, akusztikus kombó, ami szintén Artek termék, illetve az akusztikus előerősítő, ugye az elektroakusztikus gitárban, ez is szintén Artek elektronika, lényegében ennyi. Volt már időt körbenézni a rendezvényen? Abszolút nem. Úgy érkeztünk ide, hogy a fél stand még meg sem volt csinálva, úgyhogy épp hogy össze tudtunk dugni a cuccokat, már jöttek is és kameráztak. Úgyhogy sajnos nem, de mindenféleképpen nagyon izgatott vagyok én is erre az egészre. Rá vagyok állva egy ideje. Van valami, ami különösen érdekel? Hát a zene. Minden. Ugye, mint gitárosként idézőjelben mindenféle gitárt nagyon-nagyon meg szeretnék nézni. Illetve a Carvin erősítőkre nagyon ráállnék, ha lesz rá lehetőségem, ha a Gábor hagyja. És mit gondolsz, van egy ilyen rendezvénynek létjogosultsága Magyarországon? Én úgy gondolom, hogy igen, hát a tavaly én is itt voltam, és nagyon sokan voltak, hál' Istennek most is, pedig még pénteken, hogy elméletileg munkanap ilyenkor, minden normális ember dolgozik. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznos. Mindenféle beszállítóval, nagy kerrel találkoznak a fogyasztók személyesen is, illetve hát a kiskerek is, és ez, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon egészséges dolog. Mindenféleképpen pozitív.